új kiállítás a múzeumban, a Szabadságharca középpontban. Petőfi 200. Játékos feladatok révén ismerhetik meg a költőgéniuszt a diákok. Fölényes kosaras győzelem, a Békés Csabai KK továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Első alkalommal rendezte meg szombaton a Munkácsi Emlékház az esküvői szolgáltatók bemutatóját. Az esemény célja, hogy a házasság előtt álló párok szélesebb körben tájékozódjanak, bizonyos szolgáltatók mit kínálnak számukra a nagy nap közelettével. A Munkácsi Emlékházban bemutatkoztak a dekorációval, a tortákkal, a menyasszonyi és vőlegény ruhákkal foglalkozó szakemberek, de vőfély, videós, fotós és DJ is várta a házasság előtt álló párokat. Az esemény az esküvői szezon előtt mind a párok, mind a szolgáltatók számára jó lehetőséget nyújtott arra, hogy minden megfelelő legyen azon a bizonyos nagynapon. Különféle tortákat állítottunk, egyszintes, többszintes tortákat is különböző díszítéssel, különböző lehetőségek közül javasolhatnak, itt lesz érti, aki ugyebár maga az egészet ugyebár megálmodja, összerakja, és tanácsokat tud adni a fiatal párok részére. A zöld szalonban külön tortakóstolót készítettünk, különféle tortákat készítettünk, amit meg is kóstolhatnak majd a párok, és ezáltal ugyebár egy ilyen komplettebb kis ismertetőt kapnak. Az eseményt első alkalommal hívták életre a Munkácsi Emlékházban. A szervezők arról is beszéltek, hogy igény szerint a jövőben folytatnák a kezdeményezést. Januárban fogalmazódott meg ez az ötlet, hogy bemutassuk más oldalról is az emlékházat, mint egy esküvői helyszínt. És arra gondoltunk, hogy ezen az alkalommal meghívjuk a környékbeli szolgáltatókat, hogy ők is be tudják mutatni, hogy mit tudnak kínálni a fiatal párok számára. Az eseményen az érdeklődők továbbá megtekinthették a feldíszített, közkedvelt esküvői fotózási helyszínt, az emlékházat és az Omaszta parkot. Hímző kultúra a Kárpát-medencéből címmel nyílt meg a mezőberényi díszítőművész szakkör kiállítása pénteken a Lencsési Közösségi Házban. A tárlat a hónap végéig tekinthető meg. A mezőberényi díszítőművész szakkör az előző esztendőben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A szakkör 14 tagja elsősorban a szűcshímzést, a gyapjúhímzést, valamint a mezőberényi keresztszemes hímzést mutatja be 20 alkotásán keresztül, de más magyarországi helyszínről is hoztak hímzés mintákat. A Kárpát-medence többi területére is szerettünk volna egy kis kitekintést nyújtani ennek keretében. Ellátogatunk Erdélybe, ahol homorodarmási hímzéssel készültünk, ellátogatunk Dunántúlra, ahonnan buzsáki hímzéssel készültünk, és ellátogatunk a Felvidékre, ahol bogácsi, illetve Szent Istváni hímzéssel készültünk. A Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta, a kiállítás része a magyar szabadságharc kitörésének 175. évfordulójára összeállított rendezvénysorozatuknak. Ha már polgári forradalom, akkor Kárpát-medence, és akkor hímzések a Kárpát-medencéből, és egyébként majd a vágóképeken szerintem fogják látni a kedves nézők, hogy gyönyörű alkotásokat fogunk látni, és ugye hát mezőberény, az itt van Békéscsabától egy lépésre, tehát kézenfekvő, hogy ha ott fedezünk fel különböző értékeket, akkor azt is igyekszünk bemutatni, akár itt a Lencsési lakótelepen. A kiállítás március 31-éig tekinthető meg a Lencsési Közösségi Ház kistermében, 2-től péntekig, 10-től 18 óráig. A Munkácsi Mihály Múzeum az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítást mutat be. Pestől Aradig, eufóriából letargiába, az 1848-1849-es események és Békés megyei vonatkozásaik címmel. A tárlat anyaga részben a Munkácsi Mihály Múzeum saját gyűjteményéből származik, részben pedig más intézményektől és magánszemélyektől kölcsönzött darabokkal egészül ki. Még zajlik a kiállítás építése, hiszen a hivatalos megnyitó március 15-én lesz. A tárlatot egészen július 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Egy babérlevél, zöld színű babérlevél.
Bácsmegi Gábor, az intézmény igazgatója kiemelte, hogy nem csak országos eseményekre fókuszál a kiállítás. 48-as forradalom és szabadság a 170. évfordulóját ünnepeljük idén, és ennek örvén csináltuk, illetve készítjük ezt a kiállítást, ugye Forrai Né Kovács Márta történész vezetésével. A fő cél egyrészt nem csak a 48-as események, országos események bemutatása, hanem ezért kitekintünk a megyei történésekre is, és egy olyan anyagot raktunk össze, amelyben több múzeum anyag, illetve magángyűjtők anyaga is szerepel, így együtt ez sehol soha nem volt látható. Forrai Né Kovács Márta, az intézmény művészettörténésze arról tájékoztatott, hogy a tárlat anyaga, amelyben korabeli dokumentumok, tárgyak és fotók mellett katonai egyenruhák és fegyverek is helyet kapnak, részben a Munkácsy Mihály Múzeum saját gyűjteményéből származik, részben más intézményektől és magánszemélytől kölcsönzött darabokkal egészül ki. Megemlíteném a Szombathelyi Szavária Múzeumot, ahonnan most a minap hoztunk el olyan dokumentumokat, újságokat, valamint az előbb, amit mutattam, Gróf Batthyány Lajosnak a mellényét például, vagy Aulik Lajosnak a poharát, ami ugye személyhez kötődő becses tárgy, de viszont az aradi múzeumkomplexumból onnan több tárgyat tudtunk, sikerült kölcsönözni, amelyből onnan fegyvereket, akkor a harci dobot, vagy Damjanisnak a székét. A szabadságharc köré fonódó kiállítás 122 tárgyat és közel 100 illusztrációt tartalmaz. Rendhagyó irodalmi programot rendeztek a gyulai Vigadóban általános iskolás gyerekeknek múlt csütörtökön. A klasszikus verseket modern zenei feldolgozásban játszó Kávészünet zenekar előadása után az esemény játékos feladatokkal folytatódott, amely a 200 éve született Petőfi alakját hozta közelebb a diáksághoz. 14 általános iskolai csoport készült fel a vetélkedőre, amelyen gyulai, kötegyányi és békési diákok is részt vettek. Órán összeültünk a felkészítő tanárunkkal, és utána olvastunk Petőfi munkásságának, életrajzának, verseinek. A vetélkedőre minden csapatban egyénileg történt a felkészülés. A diákok a különböző feladatokban nem csak a lexikális tudásukat, hanem kreativitásukat is megmutathatták. Az irodalom megszerettetése nem csak arról szól, hogy verseket tanítsunk, hanem ilyen lehetőségeket megragadva, a gyerekek másoktól tanulva, úgy tudom, hogy jön a Kávészünet zenekar, élményeket kapva közelebb kerüljenek az irodalomhoz, és most jelen esetben Petőfi műveihez. Az irodalmi vetélkedő alapját a Petőfi másképp című előadás adta, amelyet a tanulók Fodor Györgytől hallgathattak meg. Ebből olyan információkra tehettek szert, amelyek nem szerepelnek a tankönyvekben. Ez is volt ennek az egész délutánnak a célja, hogy nem tankönyvszagú irodalmat, nem tankönyvszagú Petőfit, hanem egy egészen más, egy emberi Petőfit vigyenek magukkal. Az irodalmi vetélkedő a Nemzeti Kulturális Alap segítségével jött létre, és a 2022-ben indult Petőfi bicentenáriumi országos programsorozathoz kapcsolódik. Döntetlennel ért véget a 46. délalföldi rangadó vasárnap. A mérkőzés előtt 18. helyen álló Békés Csaba 1912 előre a 6. pozíciót elfoglaló Szeged Csanád Grosics Akadémiát fogadta hazai pályán a labdarúgó NB2 26. fordulójában. A mérkőzésen a lila-fehér mezben pályára lépő Békés Csaba szerzett vezetést a 45. percben, amikor Horváth Péter 30 méterről lőtt a vendégek kapujába. A Szeged a második félidőben egyenlített, a 81. percben Szatmári Lórán baloldali beadása után Temesvári Attila fejelt a kapuba, amivel beállította az 1-1-es végeredményt. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen két vesztes találkozó után érkeztünk Békés Csabára. Nagyon sokkolt minket az a bekapott gól az első félidő hajrájában, de szerencsére a második félidőre teljes energiával jöttünk ki, és a feladatunkra fókuszáltunk. Talán nem a legjobb időben szereztük a gólt, hiszen a második félidő elején több nagy helyzetünk is volt, azok kimaradtak, de így, hogy a hajrában sikerült egyenlíteni, így összességében elégedett vagyok az egy ponttal. A döntetlennel egyik csapat sem mozdult el a tabellán elfoglalt helyéről. A Békés Csaba maradt a bajnokság 18., míg a Szeged a 6. pozíciójában.
A másik fél időben cserélt az ellenfél, arra mi is próbáltunk reagálni. Azt gondolom, hogy nagyjából sikerült ott stabilizálni a csapatot, viszont az ellentámadásokban kellett volna egy picit higgadtabban végigvinni ezeket az ellentámadásokat, és akkor valószínű egy második góllal lezárhattuk volna a mérkőzést, de ezzel az egyel is meg lehetett volna nyerni, csak nem tudtuk ezt az átívelt labdát, gyakorlatilag majdnem az alapvonalról fejelte vissza. Ott le kellett volna ütköznünk, sajnos nem tudtuk ezt kivédekezni. A Békés Csaba legközelebb vasárnap lép pályára a bajnokságban, amikor a 34 ponttal 10. helyen álló Budafokot fogadja a Kórház utcai stadionban. Fölényes 47 pontos győzelmet aratott a Békés Csabai KK a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában vasárnap este. Lackó Róbert együttese a második helyezett Cívis KK U23-as csapatát fogadta hazai pályán. A piros szerelésben pályára lépő Békés Csaba hatalmas lendülettel kezdte az összecsapást. A viharsarkiak mind védekezésben, mind támadásban felülmúlták ellenfelüket, és 37-16-os vezetésre tettek szert egynegyed játékot követően. A következő 10 percben szintén a lista vezető hazai együttes diktálta a tempót, így a félidőben a Békés Csaba már 65-38-as előnyt épített ki. A fordulás után is Lackó Róbert csapata irányított. A csabaiak jól dobták a triplákat, és a zónavédekezés is hatékonyan működött, így a harmadik negyed végére már 44 pont választotta el a két együttest. Az utolsó 10 perc kevesebb pontot tartogatott, végül a lista vezető Békés Csaba 112-65-re múlta felül a második helyezett Cívis KK U23-as csapatát. Jól működött a mérkőzésen a védekezés utáni lerohanásunk, a gyors támadásokból pedig sok pontot szereztünk. A védekezésünk is jól összeállt, de mindig arra törekszünk, hogy saját magunkhoz képest javítsunk a következő mérkőzésen, fogalmazott a csabaiak szerb játékosa. A csabai kosárlabdázók győzelmükkel továbbra is hibátlan mérleggel vezetik az NB2 keleti csoportját. Mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz, sokat tudtam cserélni, mindenki jól szállt be a mérkőzésbe, úgy támadásban, mint védekezésben egyaránt jól tudtunk, hatékonyan tudtunk játszani, úgyhogy ezért sima volt. Köszönjük a Civisnek a játékot, gratulálok a srácoknak, nagyon szép mérkőzést játszottak. A Békés Csabai KK legközelebb március 10-én pénteken 19 óra 30 perctől lép pályára a harmadik helyezett Eszterházi SC otthonában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!